Köszöntöm a Balaton Televízió és a Kávéház blognak a nézőit. Ma egy olyan érdekes helyszínre kalauzolom el önöket, ami a balatoni kékszalagvitorlás versenynek a rajtja, és egy kis részletek, szösszenetek a versenyből. Remélem, hogy azoknak is izgalmas lesz, akik amúgy nem vitorláznak. Most itt vagyunk Szántódon a komp kikötőben. Mögöttem van egy éppen várakozó komp. Most az a helyzet, hogy lekéstük a 8 órás kompot, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy elérjünk a rajtra Balatonfüredre, ami 9 órakor lesz a balatonfüredi kikötő előtti vízterületről. Innen Tihanyból már nagyon szépen látszik, ahogy a rajthoz gyülekeznek a vitorlások. Bízunk benne, hogy odaérünk a rajtra, de ha nem érnénk oda, akkor sincsen nagy baj, mert akkor különleges módszerekkel fogjuk önöknek megmutatni, hogy hogyan indul el egy ilyen verseny. Azért érdekes a rajt, mert ott még nagyon egyben van a mezőny, később már annyira széthúzódik, hogy csak egy-egy vitorlást lehet látni, tehát az annyira már nem látvány, a befutás a másik látvány, azt még nem tudom, hogy oda-oda jutunk-e. Tartsanak velünk! A pénztárban azt mondták, hogy 40 perc múlva indul a következő komp menetrend szerint, de ha szerencsénk van és elegendő autós jön össze, akkor előbb is indítanak. Nos, éppen Tihanyból jön át egy komp, bízunk benne, hogy ez felvesz bennünket, és előbb átjutunk a tihanyi oldalra. Sajnos nem volt szerencsénk a kompa, nem jött össze annyi autó, hogy előbb elindult volna. Így most már Balatonfüledre nem fogunk odaérni a 9 órás rajtra, de semmi baj, a tavalyihoz hasonló módon Tihanyból fogunk szép képeket csinálni a rajtról. Itt vagyunk Tihanyban, a horgászok kedvenc helyén. Fölállt a sor, nem sokára indul a kékszalag verseny. A figyelmeztető lövés már elhangzott, mindenki izgatottan várja a fejleményeket, még a horgászok is a kapásjelző helyett a hajókat figyelik. A verseny leggyorsabb hajói a szénszálas katamaránok elkülönülve, külön csoportosulásban várják a rajtot. Valószínűleg ők fognak a leggyorsabban elindulni, hiszen nagyon kicsi a szél, ami a nagyhajókat annyira nem fogja megmozgatni, de ezek a könnyű hajók valószínűleg nekilódulnak majd ebben a szélben is. A sor nagyon hosszú. Balatonfüredtől szinte átér Siófokig. Egy hosszú-hosszú képzeletbeli vonal. Talán túlzottan is elévágtunk a mezőnynek. Itt vagyunk Kenesén, a Balatonpart egyik legszebb helyén, a magas parton fent a kilátónál. Viszont innen aztán minden látható. Hozzáértő, hajózáshoz értő emberek itt várakoznak, számítógépekkel figyelik az eseményeket, távcsővel lesik a mezőnyt, és szerintük a katamaránokat a déli oldalon indították úgynevezett szekcionált rajttal, ezért láttuk őket ott már külön csoportosulni. Minden esetre azt látjuk, hogy legalább 15 kilométerre vannak a kishajók innen. A déli partot is figyeljük, hogy mikor látjuk meg a katamaránokat, egyelőre nem sok látszik belőlük. Itt ezen a részen, ahogy az alsóösi kiszögelés után, ott rengeteg a hajó. Az északi parton jön. Igen, az északi parton jön mindegyik. Mindenki itt jön, hát azt mondta legalábbis a szekcionált rajtnál, hogy itt van jobb szél. Igen. Kiszögelés után, ahol a sok hajó van, ahol jönnek most ebbe az irányba, utána van egy bríz, nem olyan nagyon messze tőlük. Igen, előttük. Előttük, igen. Igen, azt láttam, igen. Látod. De hát azon se tudnak sokáig menni, mert annak is vége van. Fölrakták a Zsoltiék a GPS nyomkövetést a kékszalagra, mert mindjárt széthúzzuk, azt megnézzük, hogy ha látunk valamit belőle.
Jancsikám, én vagyok. Na kérlek, szóval fönn vagyok a kilátóba, a helyzet a következetek Enesérőbölbe. Úgy tűnik, hogy állandósulni látszott az a bríz, ami Almáditól fúj Kenese irányába. A tó közepén semmi nincsen, semmi az égvilágon, kérlek szépen. Valószínűleg te is látod a 50-50-t meg a Falkinak a katamaránját erről. Na kérlek szépen, azok még mindig siófok felől fújó széllel mennének, én azt veszem észre, mint onnan fújna a szél, nem tudom nektek milyen csapat. Tehát onnan fújna a szél, tehát várható itt egy komoly szélváltás, kérlek szépen, de még a farkék nem érték el ezt a bríz, még addig van neki körülbelül másfél kilométerük. Mert körülbelül leterjed Almáditól, kérlek szépen, ez a bríz káptalan füredi, úgy tűnik. Tehát ezen a részen ezt tudom neked mondani. A sirokkó, az bekolbászolt oda középre, de szerintem az hibás volt a részén. Igen, igen. Az van előrébb. Meg mellette van még jobb kézre egy fehér vitorla, vagy szürkés. Igen, azt láttam. Lehet, hogy az az avatár, igen. A szellőnél. Most nézed meg, Feri? Ott a utaszállító hajót látod, igaz? Attól balra nézed, van egy kis hajó, ami teljesen már benne van a brízbe. A bríznek a szélén van, az milyen jobb csapással kapja a szeret, látod? De az nem, lehet, hogy nem is verseny. A biztos, hogy nem verseny. Nem, hát persze, nem. Csak azért mondom, az benne van, és elég szép vitorla állása jön. Igen. Hát odáig kell eljönni nekik legalább, vagy belejönni ebbe. Hát te csinálok. De most fordítsd. Most fordítsd a másik lehet. Mivel itt vezetnek az elején. Sikerült itt a kenesei kilátóban megcsípnünk, ahogy Litkei farkasék második helyen átfordulnak a két bója között. A mezőny nagy része még jóval távolabb van. Most lemegyünk a kikötőbe, hát ha többet látunk. Képen a 50-50 éppen távozik, már a forduló után indul az északi part felé, ő már visszafelé megy. Egy másik katamarán pedig éppen készül a bójákat megkerülni. Hatalmas kék spinakkerrel pedig a Remete nevű hajó érkezik. Órakor volt a rajt, most dél van, itt vagyunk Balaton Kenesén a kikötőben, itt van az ellenőrző bója, és az él bój az most fordul, és indulnak visszafelé, nekik irány Keszthely, a többiek, a mezőny nagy része még bőven messze van ide, mi most már befejezzük a forgatást, hiszen az éjszaka lesz majd az, ami igazándiból megrostálja a mezőnyt, arról viszont szárazföldön szinte lehetetlen képeket csinálni. Remélem, amit be tudtunk így szárazföldi patkányként mutatni, az érdekes volt. Viszontlátásra, fogyasszanak sok egészséges kávét!